az egyik csótány épp a kezemben van, most fogok életemben először ilyen csótányt, meg is mutatom, hogy mekkora. Egyébként nem olyan rossz érzés, mint ahogy így elsőre gondolná az ember. Nyilván, hogyha a konyhámban rohanna át a lábam alatt, akkor valószínűleg sikítanék. Na hát ilyen érdekes programokkal készült a vadaskert a mai napra, és itt is van velem Zombori Poják Irén, a Kecskeméti Vadaskert igazgató helyettese. Üdvözlöm, mivel készültek ma a vendégeknek tavasztító családi nappal készültünk, látványetetésekkel, állati jó bemutatókkal, illetve standard. És szeretnénk ez alkalommal a nem szeretem állatokat közelebb hozni, úgy, hogy kézbe adjuk, lehet kígyót simogatni, le lehet gyűrni a félelmeket és a gátlásokat, illetve a fenntartásokat, hogyha eddig valakiben voltak ilyenek. Megragadt, hogy látványetetéseket is szerveztek a mai nap folyamán. Milyen állatokat etettek meg? különböző majmokat, kapucinus majmokat, hógolyót, a sarkirókát, lehet lámákat etetni kézből, illetve az örvösmedve pár nagyon népszerű a látványetetések körében. És hát mindenféleképpen meg kell említeni, hogy érdekességek halmaza van itt a vadaskerben, ugyanis óriási bébibum volt itt az állatkerben, nem is olyan rég. Így van, Bennett bébi született, 14 kecskegidával büszkélkedhetünk a kameruni törpekecskék családjában, illetve nagyon szépen cseperedik az indiai antilobborjú, valamint fészkelnek a góljáink, tehát várjuk a költéseket is. És hogy még fokozzuk itt a hangulatot, azt is el kell mondani, hogy a hétvégén debütáltak új lakók. Na mit kell róluk tudni? Most szombattól, tegnaptól láthatóak amerikai csíkos bűzös borzok az állatkertünkben. Új kifutót vettek birtokba, és ők a gyerekek számára a Bambi meséből ismert hősökről mintázták őket, tehát virág a. Bambi barátja is, ilyen csíkos, bűzös borz. Nagyon kedvesek, fekete fehér csíkosak, nagyon jól néznek ki. Igaz, hogy kicsit még szégyelősek, de próbáljuk a kollégákkal aktivitásra bírni őket a nap során az etetésekkel. Na nem baj, majd belejönnek itt a vadaskert életbe. Irén, nagyon szépen köszönöm az interjút. És hát fordulunk is tovább, elkeveredett. Ott van a nagy Zénó, egy olyan fiatalt mutatnék be, aki életében először fog most kígyót simogatni. Zénó, Elárulná hogy milyen érzés? A kígyónak a bőre eléggé puha, pikkelyes. És hideg vagy meleg? Hideg. Hideg. Ilyet szeretnél otthonra? Meg kell győzni szüleidet? Vagy, vagy inkább, inkább kiskutyát, kismacskát, inkább ilyen párti vagy? Ilyet, piton. Pitot remélem, hogy a szüleid most már fölkészültek erre, hogy te pitont takarsz. Itt a vadaskerben melyik a kedvenc állatod? Oroszlán tigris. Na és miért ők? A tigris ö, bele tud olvanni ugye a környezetbe, és ragadozók, ugye mindkettő. És hát mindig az az állat kell, ami otthon nem szabad, hogy legyen igaz.